egy rövid ige hirdetés lesz, és utána még szeretnék visszatérni arra a témára, és az is rövid lesz, hogy elhangzott egy profétikus álom nemrégében egy amerikai pásztortól, és ez egy eléggé felbozdulást hozott az egyházban is, mert ugye nagyon komoly apokaliptikus eseményekről álmodott az illető, megbízható illető, tehát nem az, aki mindenképpen csak úgy ilyet szokott szíről-szóra csinálni, és bizony az egyháznak föladta a kérdést, hogy akkor ezzel most mit kell kezdeni egy ilyen dologgal. Na, de mielőtt arra rátérnénk, egy nagyon rövid bátorító üzenetet kaptam az Úrtól. Máté 12.9. Ezután Jézus elment onnan, bement a zsinagógájukba, és volt ott egy bénakezű férfi. Az emberek megkérdezték Jézust, szabad-e szombaton gyógyítani, és ezt azért kérdezték tőle, mert okot akartak találni arra, hogy vádolhassák Jézust. De Jézus ezt mondta nekik, ha valakinek közületek van egy juha, és azaz egy szombati napon beleesik egy gödörbe, ti vajon nem húznátok ki onnan? Mennyivel értékesebb az ember a juhnál, szombaton is szabad jót tenni. Ha esetleg ez kérdés lett volna számodra, hogy vasárnap Isten tiszteletekkor lehet-e jót tenni, akkor szabadulj fel, hogy lehet. És ugye nálunk minden nap szilveszter, úgyhogy örök szabbátba bekerültünk, úgyhogy minden nap lehet jót tenni. Ezután a beteg férfihoz odafordult, és így szólt, nyújtsd ki a kezedet. Ő pedig kinyújtotta, és a keze is éppen olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok kimentek onnan, és eltervezték, hogy megölik Jézust. Tudjátok, minden jót tett, elnyeri méltó büntetését. Ez egy szintén egy szellemi alapelv. Királyságot akarunk, királyságról szoktunk beszélni, királyságot hirdetünk a gyülekezetekben, egyre inkább az egész eklézsiában, az egész földön. Új evangéliumot hirdetnek, ami már egy régi evangélium, hogy a királyság jön, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek a királysága, szükséges megtérni, szükséges új életre rátalálni, és erőszakos oké ez a mennyek királysága, erővel lehet ezt megragadni, ez nem csak úgy rátúlik, mint egy bosszitava, vagy bothisattava, hanem egyszerűen be kell törni a királyságba. Van benne két királyság ezen a földön, ebben az univerzumban, a Biblia nagy tanítása szerint. Az egyik a mennyei királyságé, a másik a földön a sátánnak a királyságáé. Ez utóbbi szerintem nem kell bemutatnunk. És ez a kettő, ez viaskodik egymással. Ez úgy viaskodik egymással, mint a hó, amikor jön a tavasz. Hát igazából a tavasz nagyon nem viaskodik. A tavasz jön és árasztja a meleget, a hó meg kétségbe esetten próbál fagyoskodni, öldökölni, elpusztítani mindent, de előbb-utóbb vége lesz, és előbb-utóbb el fog törni az utolsó sátáni maradvány is. Két királyság van, az egyikben egy mennyei öröm, mennyei békesség, mennyei tisztesség már itt a földön, és a bizonyságokból nyugodtan halljátok ki, hogy lehetetlen helyzetben nem tökéletes emberek egyébként, egyikünk sem tökéletes ember, de lehetetlen helyzetben Isten azt mondja, hogy engem nem érdekel a gazdasági állapot, engem nem érdekel a politikai állapot, aki hozzám hűséges, ahhoz én is hűséges vagyok. Aki az igémet becsüli, aki az alapelveimet kutatja, keresi és megpróbál ráállni, azt én is meg tudom áldani. Én azt szeretném nektek mondani, egyenszóval, ne legyetek átható állapotban. Nem azt mondtam, hogy tökéletesben, hanem az adott szituációban, amiben éppen gyalogoltok bele, harcoljátok meg a hitnek a nemes harcát, a keserűséggel, a miért velem történik mindez, ezeken mindenki van ilyen, ezen át kell vergődnöd, hogy aztán ezek a bizonyságok majd a te ajkadról is föl tudjanak hangozni, mert neked is készített Isten rengeteg ilyen bizonyságot. Amen? Halleluja! Szóval, jön a királyság, ezt mondta Jézus, és csak annyit mond, hogy gyógyulj meg. Nem volt nagy imaharc, nem volt bibliasuli, és meggyógyult. És rögtön lehet mögötte látni az ellenségnek a szándékát. Nézzétek meg, a farizeusok ahelyett, hogy örültek volna, hogy valaki itt meggyógyult, mi történik? Elhatározták, hogy megölik. Tehát egy gyilkos szándék az rögtön megjelenik. És hagyj bátorítsalak benneteket, ha mennyei királyságot akartok az életetekben, azt egyben azzal is jár, hogy kihívjátok magatok ellen a sátánnak a királyságát, nem kell megijedni, de fel fog figyelni. Mert az, hogy valaki újjászületik és megtér, és beül egy templomba, egy gyülekezetbe, figyelj, senkit nem zavar, titeket se zavar, az ördögöt se zavarja, senkit nem zavar. De ha valaki elkezdi elhinni Istennek a beszédét, elkezdi cselekedni, elkezd úgy vetni, adni, gyógyítani, becsületesnek lenni, házasságát megőrizni,
És így tovább, és így tovább. Magyarán minden területen elkezdi valahogy megnézni, hogy mi is a királyság, mi is az Istennek a szándéka, akarata, akkor rögtön egy ellenállással fog találkozni, mert az, hogy újjászülettél, senkit nem érdekel, mert az ördögöt se zavarja. Nem esik neki jól, kicsit szomorkodik tőle, de hát ez van. De az, hogy te belépj a királyságba, azt nem fogja engedni, az magától csak úgy nem megy. Annak ára van. Az üdvösség ingyenes, de a királyságba való belépése, ezért mondja az ige, erőszakkal lehet azt csak bemenni. Oda be kell törni. Nem Isten tart téged vissza onnan, hogy ne gyere már be. Tehát nem rajta kell keresztül kell, hanem az ördögnek az ellenállásán kell betörni. De Isten azt mondja, hogy bárki, aki ezt meg akarja ragadni, ezt a jó hírt, bárki, aki be akar törni az evangéliumban, a királyságban, az életében, annak sikerülni fog, mert Isten egyre látjátok, nincs ott Jézus. Föltámadt, a halálból föltámadt, Isten az ördög minden munkáját lerontotta. Ámen, ámen. A királyság üzenete és növekedése pedig a következő, hogy azt mondja az ige, hogy a királyság növekedésének, az uralmának a növekedésének nem lesz vége. Nem lesz vége a te életedben, ha egyszer be tudod nyitni az ajtót a királyságnak, ha egyszer meg tudod betudni a gazdasági életedre, a szexuális életedre, egészségügyi, anyagi, közösségi, szolgálati, mindenfajta életterületünk van, löhájmok, életek, héberül, ha ezekbe be tudod hívni egyenként, akkor azt fogod látni, hogy akkor a királyság elkezd növekedni, megállíthatatlanul. Amen. Halleluja. Na, nézzük ezt a történetet gyorsan, 5 pontot fogok mondani, hogy tudjátok számolni, mennyi idő van még hátra. Az egyik, hogy ahol a történet zajlik, hogy hol történik ez a történet. Ez egy Isten tiszteleten történik. Jézus szereti az Isten tiszteleteket, a különleges Isten tiszteleteket szeretném hangsúlyozni. Azokat szereti Isten, és ha Isten megjelenik, akkor rögtön egy különleges Isten tisztelet lesz. Ha sok farizeus között csak egy valaki van, aki hajlandó arra, hogy aznap higgyen, az Isten meg fogott jelenni. Isten bármely templomban, gyülekezetben, közösségben, családban meg tud jelenni, ha csak egy ember van, akinek van egy nyitottsága arra, hogy de jó lenne, ha Isten csinálna valamit. Oké. Hogyan kezdi a munkálkodását Isten, és így fogja a ti életetekben is elkezdeni a munkálkodását? Az első az az, hogy szól. Mielőtt cselekedne Jézus, ő egyszerűen rögtön szólni kezd, elkezd egy igét, egy példázatot mondani, de mielőtt szólna és mielőtt cselekedne, észreveszi a sorvat kezűt. Szeretném, hogyha azt elhinnéd, hogy Isten most is látja a problémádat. Nem igaz, hogy nem vette észre. Az, hogy nincs változás, az nem azt jelenti, hogy nem vette észre. Isten látja a te problémádat, és látja, látja, és látja. És jól érzi magát, nem a problémától, csak ő már tudja a megoldást. Mert ő először is látja a te problémádat. Észreveszi, hogy a farizeusok között hiába takargatják, van egy sorvad kezű. Akinek majd van egy sorvadás az életében, sorvadkéz, láb, bármilyen életterületén, akkor ez most neked szóló üzenet lehet, hogy Isten látja a te sorvad területedet az életedben. Jézusnak nem az a kívánsága, hogy jót tegyünk vele. Nem azt mondja, hogy Uram, hadd csináljunk neked most valami Isten tiszteletet. Jézusnak megvan az a szabadsága, hogy ő tegyen jót bárkivel. Én nagyon szeretem Jézusban, én nagyon sokáig nem értettem, hogy járt, kelt, szórt, szelt a szegényeknek. Mert először mindig azt hittem, hogy az anyagiakra vonatkozik, és akkor mindig mentem az utcán, ahány koldus jött velem szembe, én mindenkinek adtam, 20 lépés után már nem maradt semmi pénzem. Aztán jött az a korszakom, amikor azt mondtam, hogy jó, ez így nem igaz, ez így nem lehet, mert jó helyre kell vetni, akkor nem adtam senkinek. Aztán rájöttem, hogy az én koldusaimnak kell adni, mint Lázárnál, hogy akiket Isten rám bíz, ez az ember érzi, ez az én koldusom, ennek én adok, ez rám van bízva, nekem van megmutatva. De akkor mi ez, hogy járt, kelt, szólt, nem nézett semmit, csak szólt és adott a szegényeknek. És tavaly előtt megmutatta Isten, hogy ez az a szabadságból fakadó szeretet, jóindulat, adás, ami nem mérlegel. Magyarán teljesen mindegy, tesó, mondok egy rövid példát, hogy ki hív téged föl a gyűliből. Teljesen mindegy, hogy ki mennyit ad neked. Legyél abban a szabadságban, te hívod az embereket, te beszélgetsz velük, te adsz, adod az idődet, értitek? Legyél szabad erre, tök mindegy, hogy ki adja vissza, valahonnan vissza fog úgy is jönni, de szabaddá válsz a mérlegeléstől. Ettől, hogy adtam, és engem nem hívott vissza senki. Adtam, és nem történik semmi. Ez a szint, ez nem a királyság szintje, ez rabszolgaság. A szabadság az, hogy elkezded élni azt, aki vagy te az Úrban, azt, aki te vagy Krisztusban, azt megélni szabadon, és azt fogod észrevenni, hogy
lesz, aki nagyon fog téged utálni, de lesznek, akik nagyon fognak téged becsülni és szeretni. Ez ennyire egyszerű. Ne akarj mindenkinek megfelelni. Én sem akarok már senkinek megfelelni. Az Úrnak akarok megfelelni. Amen. Oké. Szóval, rögtön visszakérdezett, hát mert ugye zsidó, tehát rögtön visszakérdezett egy jó példával, fölteszik ezt a kérdést, de ugye Jézusnak nem azért tették fel ezek az alakok a kérdést, mert tényleg tudni akarták-e választ. És én tizenvalahány éves hívős pályafutásom során sok olyan emberrel találkoztam, tudod, világiak, akik jönnek, kérdeznek így, meg úgy, hogy akkor Isten így, meg úgy, meg amúgy, de érzed, hogy nem azért kérdeznek egyébként, mert meg akarnának térni, nem azért kérdeznek, mert tényleg érdekel őket, hanem fogást akarnak találni Istenen, fogást akarnak találni a hiteden, egyszerűen nem egyenes szívűen állnak hozzá ez a kérdéshez. Nem kell őket még leírni. Én is voltam már úgy, hogy annak idején anyámnak be akartam bizonyítani, hogy Jézusnak volt felesége, gyerekei, és az egész kamu, és könyveket olvastam ki, meg prédikáltam neki, de Istennek van türelme a hozzám hasonlókhoz is. Szóval, lényeg az, hogy az ilyen emberek, hogyha mellettük történik a csoda, ha itt támadna föl egy halott, egy ilyen ember akkor is azt mondaná, hogy hol a madzag, amivel felhúzták ezt a dolgot, tehát mindent megnézne, hogy miért ne higgyen. A hit tudnék egy döntés. Adok egy jó indulatot, adok egy nyitottságot Isten dolgainak, vagy szándékosan ellenállok. Ezért van az, hogy gyerekek is meg tudnak térni. Ezért van az, hogy gazdag emberek nehezebben térnek meg, mert ők már annyi mindent láttak, annyi mindenen átmentek, annyi minden fogást tudnak, hogy kell építkezni, hogy kell megcsinálni a dolgokat, hogy ők elsőből, zsigerből biztos, hogy megnézik, hogy hol itt a biznisz. És néha találnak sajnos. De a lényeg az, hogy a királyság az gyakorlatilag az belül kezdődik. Az nem úgy kezdődik, hogy elkezdik nézegetni, méregetni centire, hogy akkor most ez hogy történik. Na, ez volt az, hogy tehát hol történik, ez egy gyülekezetben történt. Rengeteg farizeus között. 2. Kinek szól a parancs? Ugye Jézus azt mondta, hogy nyújts ki a kezedet. A parancs mindig olyan embernek szól, az ige hirdetésben is, meg bármit, amit hallgatsz, az mindig egy olyan embernek szól, aki már kész megcselekedni. Aki csak eljött, hogy akkor most hátra történik velem valami, ahhoz nagyon ritkán tud szólni Isten. Nem azért, mert nem szeret téged, hanem azért, mert mindent tudsz. Nem avval a hozzáállással állsz hozzá. A Gábor szokta azt mondani, a fias Gabi, hogy minden Isten tiszteletre úgy jön el, még akkor is, ha én tartom, de pláne máshova is bármilyen felekezetnél úgy megy el, hogy nincs olyan, hogy Isten ne tudna valamilyen gondolatot mondani. Ő mindig avval a nyitó, és azt nagyon örültem, amikor ezt így mondtam, azt mondta, hogy bárhova úgy ül be, bármely Isten tiszteletre, hogy valamit Istenem vagy mutatsz, vagy mondasz, de egy valami tuti, hogy valamivel meg fogsz engem ajándékozni. Na ez egy jó hozzáállás. Szoktál kapni? Mindig. Nagyon jó választás. Szóval a parancs az mindig olyan embernek szól, akiben van egy vágy, egy hajlandóság, hogy valami azért történjen, de még valami feltétele van, aki képtelen megcselekedni. Ha megnézitek az Új Szövetség nagy tanításait, hogy mit kell csinálnunk, ezeket gyakorlatilag képtelenség megcsinálni. Nem tudom, észrevette, de már képtelenség titeket szeretni. Képtelenség engem szeretni. Képtelenség mármint úgy szeretni, ahogy meg van írva, mert tehát ez a kis hímihumival, ezzel mindenkit lehet, de itt a vérre menő valódi életet, átadó szeretetről beszélünk, a komolyságról, jó? Tehát akkor azt tudjuk, hogy... De ezekre alapvetően képtelenek vagyunk. Mit szól a sorvat kezűjtek Jézus? Menj el egy gyógyászati klinikára, reumas. Nem, azt mondja, hogy tudod mit, a kezedet nyújtsd ki. Egy olyan dolgot mondott neki Isten, amire ő önmaga egyébként képtelen. És Isten, amikor foglalkozik veled, akkor neked olyanokat mond, amire te egyébként képtelen vagy. Ne sértődj meg rá, ne haragudj meg rá, ne haragudj meg, hogy úgy gyógyít, úgy szabadít, úgy állítja helyre az életedet, ahogy te nem kívánnád, nem akarnád és nem képzelnéd el. Mert Istennek ez egy ősi szokása. Soha nem fog úgy dolgozni Isten, ahogy te gondolod. Olyan emberhez szól Jézus, olyan embernek mondja mindig az evangéliumot, a megoldásokat, akik maguk nem tudják megoldani a helyzetüket, akik tehetetlenek. Azért, mert ha tehetetlen vagy végre egy helyzetben, ha már végre nem vagy annyira okos, hanem el tudod ismerni, hogy megbuktam, nem tudom, hogy kell ezt csinálni, akkor Isten dicsősége meg tud jelenni a te életed felett, mert ő erre vágyik, hogy na, hadd csináljam már. Hagyd lásd meg a dicsőséget, meg mások is hagyd lássák meg, mert az Isten jó. Tehát azt a parancsot, amiben
benne volt ennek az embernek a gyógyulása, azt egy olyan ember kapta meg, aki ennek a parancsnak a teljesítésére képtelen. Kettes pont. Ugyan alkalmatlan volt ennek a parancsnak a megteljesítésére, meg hát ha azt mondanánk Szonyának, hogy azt mondanánk neked egy évvel ezelőtt, hogy legyél már a legjobb arca Gyülibe és mindenkivel beszélgess, akkor így szerintem hátrált volna a Kamcsatkáig. Mert olyan dolgokat mondott neki Isten, meg mond neked is, amire amúgy alkalmatlan vagy, és képtelennek érzed magadat, de ez egy fontos dolog, van benned egy készség arra, hogy mégiscsak megcsináld, amit Jézus mond. Itt a készség próbája zajlik. Ezer sorvadkezű lehetett, de egyben benne volt az a készség, hogy ugyan nem tudom megcsinálni, de a készségem, a vágyom, az akaratom mégiscsak ott van, hogy ezt meg tudjam csinálni. Szeretett volna más sorvadkezű szerintetek meggyógyulni? Biztos vagyok benne, hogy mindenki meg akar gyógyulni, de ebben az egyben ott volt az a készség, hogy ő meg is cselekedje azt, amit az Úr neki parancsolt. Sok tolvaj akar megmenekülni ma a világban. Sok bűnös akar megmenekülni a büntetéstől, a börtöntől. Ha megkérdezel bármelyikünket, vagy egy világiakat, vagy bárkit, hogy meg akarod úszni a börtönt, akkor mindenki azt mondja, hogy persze, igen, meg akarom úszni a büntetést. És így vagyunk a pokollal, így vagyunk az Isten haragjával, ezeket mind meg akarjuk úszni, mindenki el akarja kerülni, de az evangélium nem arról szól, hogy elkerüld a büntetést, hanem arról szól, hogy nem akarsz más ember lenni. Ne tolvaj maradj, aki megúszza a büntetést, hanem legyél más ember. Ne parázna legyél, aki meg akarja úszni a büntetést, és inkább megtérek, vagy mi ez a Jézus, hogy megússzak valamit. Nem akarsz más ember lenni, aki már nem parázna, aki már nem hazug, aki már nem tolvaj, aki már nem, értitek? Más ember. Ez a nagy üzenet az evangéliumban. A Bibliának az evangéliumban felkínált lehetősége, szegyezzétek meg, nem pusztán egy büntetés elkerülése, a végső ítéletnek az elkerüléséről szól, hanem a bűnös állapotodnak a teljes megváltoztatása az üzenet. Hogy egy totálisan új embert fog előhozni belőled Isten, aki idáig rettegett az emberektől, egy idő után médiaszolgálatokat vezet és mindenkivel pacsiszik. Aki idáig nem tudom, csak otthon dicsőített, egy idő után már piros zongora mögött, már bárra, és így mond ki mindent, Isten, ha van benned egy készség. A készségnek a megszületése, megmondom őszintén, az hosszadalmas. Amikor megtérsz, tele vagy elképzelésekkel, jó elképzelésekkel, amíg ezt Isten felmorzsolja benned, az hosszú idő. Egy idő után már van annyi rutinja egy hívőnek, hogy azt mondja, jó, most nem fogom a következő 10 évet eltölteni azzal, amíg az Isten felmorzsol, inkább megadom magamat és megyek a keresztre. Nem? Sokkal egyszerűbb. De előtte eltelnek pár évek sajnos. Az evangélium ezért azoknak szól, akik bár paráznák, vagy bűnösök is így tovább, tehát bűnösök, de a szívükben mégis vágynak arra, hogy tisztán éljenek. Bár hazugok, de mégis könnyeket ontanak otthon miatta, hogyha hazugok. Bár önzőek, de a szívükben vágynak arra, hogy önzetlenek legyenek. Értitek? Az evangélium azoknak kíván felszabadulást, akik tudják, hogy milyenek, ez nem kérdéses, csak nem akarnak már olyanok lenni, és keresik a megoldást. Nekik szól az evangélium. Aki csak elkerülni akar valamit, aki csak hasznot nyer valamiből, az csalódni fog. Ezért szól Jézus ilyenkor ilyenekhez, hogy akarsz meggyógyulni, barátom? Akarsz meggyógyulni? És hogyha erre valaki azt mondja, hogy igen, én akarok, akkor már ott van a készség benne. Akiben ez a csata már dúl az életedben, még vihaskozz, de már dúl a csata benned, már nem érzed magad jól a bőrödben, na azoknak a fele út már megvan téve. A másik fele az csak annyi lesz, hogy elfogad Jézus Krisztus megváltó munkáját. Úgyhogy sorvadkezőeknek hirdetjük, akik gyógyulásra vágytok, sorvat lábúak, sorvat szívűek, sorvat lelkűeknek hirdetjük, hogyha vágytok arra, hogy Isten megszabadítson, helyreállítson benneteket, akkor mondjatok igen doktor Jézusnak. Mert ő nem egy elképzelt bűnökért, és nem a bűnök elkerülésért halt meg, hanem azért halt meg, hogy teljesen új emberré tegyen, valóságosan új emberré tegyen. Harmadik pont. Ki adta ezt a parancsot? Hát tudta Jézus, hogy ez az ember képtelen megtenni ezt a kinyújtást? Én szerintem igen, nyilvánvalóan igen, hiszen ő az, aki mindent tud és mindenről tud. Ismeri a szíveket, a cselekedeteket, a motivációkat, a gondolataidat. Most is, amire gondoltál velem kapcsolatban, azt is ismeri. Ezt ne fenyegetésnek vegyétek. De ő meg is bocsátja.
ezért ismeri ő is, én meg nem. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ismer mindent. Tehát amikor ő mond valamit, amivel ő téged megkínál, akkor jusson eszedbe, hogy ezt Isten mondja, magyarán ő tud mindent. Tud, ismer téged. És ha neked ezt mondja, akkor hidd el, hogy azt specifikusan neked mondja. És neked ott lesz a megoldás. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik, lehet, hogy nemnek tűnik, lehet, hogy sorvat kezem van, hogy csináljam meg, de mivel nekem mondta, és most a lényeg, hogy ki mondta ezt, nem Béla, nem Zsolt, nem Éri, nem egy proféta, ezt maga Isten mondja, Jézus az igéből, az új szavaink keresztül valamit mond, amit most mond, azt cseleked meg. Ilyen egyszerű az evangélium. Annyira túl lehet bonyolítani Istennel való együttjárást, évekig tartóan túlbonyolítjuk, pedig ha megfigyeled, csak mondja, hogy mit kell csinálni. Mikor a hülyéknek is sikerüljön, érted? Hogy mindenkinek menjen. Csak meg kell csinálni, amit mondott. Ennyire egyszerű. Oké. Okay. Spurgeon azt mondta, vagy olvastam Spurgeonnél, mert nem találkoztam vele, mert 200 évvel ezelőtt élt, de Spurgeonnél olvastam, hogyha azt mondja, hogyha az Úr nekem azt mondja, hogy zsebkendőket lobogtassak a sírok felett, akkor én zsebkendőket fogok lobogtatni a sírok felett, mert nem az érdekel, mit mond, hanem az, hogy ki mondta. És ezt jegyezd meg, ha Jézus mond valamit, ha Isten mond valamit, tök mindegy, hogy mit mond. Az azért mondja, hogy megcseleked, hogy életed és bűvölködő életed tudjál élni. Amen. A különbség tehát nem az, hogy mit, hanem az, hogy ki mondja. Másik, ami nagyon fontos neked, hogy ha, ez egy nagyon jó kis ige, azt mondja, hogy támadj föl a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Könyörgöm, halott vagyok. Hogy támadjak föl? Mert nem azt mondja, hogy figyelj, föltámadt a Krisztus, na most már föltámadhatsz a halálból, hanem azt mondja Isten, hogy támadj föl a halálból, és majd utána fölragyog neked a Krisztus. Mondok neked még ilyeneket, hogy térjetek meg, és higgyetek. Na de hát várjál, hát előbb kéne innem, hogy meg tudjak térni, de és azt mondja, nem, térjél meg, dönts úgy, hogy megtérsz, és utána hinni fogsz. Mindig előbb a lehetetlent kéri meg úgymond tőlünk, hogy aztán rájöjjünk arra, hogy hát de jó, hogy ezt mégiscsak megcsináltam, és most már hiszek benne. Lágyuljatok meg, ti kemény szüvek. Hát te könyörögöm, kemény a szívem, hogy lágyuljak meg. Lágyulj meg, és aztán majd megérted, hogy hogy lágyultál meg. Ez csodálatos szerintem, ez pontosan az a kettőség Istennél, ami idegesítő és nagyon izgalmas. Isten parancsolatai egész egyszer megtarthatatlanok. Ezben megnyugodhatunk, és ez tök jó hír, az új szövetségben is, de ha sorvat kezed van, akkor azt mondja az Úr, hogy tartsátok meg a parancsolatokat, és élni fogtok. De mivel nem megy, mit kell akkor csinálni? Amikor rájössz arra, hogy nem megy, amit meg akarok csinálni, a szívemben már ott van, hogy megcsináljam, csak tudom, hogy nem, mert sorvatkezű, meg sorvattan gondolkodom, akkor az a helyzet, hogy Istennek a következő a módszere, imádkozz azért, hogy a parancsolatot meg tud csinálni. Isten azt mondja, hogy ha nem tudod megcsinálni, akkor nyilván imádkozni kell érte. Logikus, nem? És rávezet téged az imára. Uram, én szeretnék szeretni, de olyan gáz a szívem, kemény a szívem. Kérlek, lágyítsd meg. Ó, ez a második lépés. Isten a lehetetlen helyzetekbe bevisz téged, és ha nem ijedtél meg, és bátor vagy, akkor azt fogod mondani, hogy ez nekem nem megy, és azt mondja, jó, ezt tudom ezen kívül, akkor te azt fogod mondani, hogy jó, de akkor imádkozom érte, hogy majd menjen. A szívemet lágyítsd meg. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus módszere ez, parancsot ad valamire, hogy cselekedd meg, amit nem tudsz, aztán segít a szívben egy vágyat ébreszteni arra, hogy ez megtörténjen. Ez a vágy imádságá formálódik, már nagyon ezt akarja, már imádkozik az ember. Erre az imádságra Isten ad egy választ, egy ígéretet, és az ígéretet megragadva, azt hitben be lehet hozni a láthatóba. Mindennel kapcsolatban ezt a szerkezetet fogod látni, hogy ilyen rondán fejezzem ki magamat, és az ígéret be fog teljesedni, mert Istennél minden ígéret igen és ámen. Tehát neked oda kell eljutnod, hogy kapj egy ígéretet tőle, hogy meglássa a Bibliában egy ígéretet tőle az adott dologra. Ha az már megvan, a szívedben van, az csak egy sóvágó szív tudja megragadni egyébként, akkor az az ígéret a tiéd, és onnantól kezdve azt az ígéretet ne erezd el. Oké? Okay? Újuljatok meg a szívetekben! Ez ugye a parancs, 5. Zsoltár, jön a válasz rá. Tiszta szívet teremts bennem, Uram. Megjött az ima, Ezékielnél jön az ígéret, új szívet adok beléjük. Értitek? Vagy,
Hagyjatok fel vétkeitekkel Izrael háza. Elhangzik a parancs, senki nem tudja abba hagyni. Eltelik pár év, jön az imádság. Téríts magadhoz, Uram, és mi hozzád térünk. Új szövetségben jön a válasz. Az Atya viszált bennünket az ő fiának, az ő királyságába. Megjött az ígéretnek a másik része. Takarítsátok ki a régi kovászt, jön a parancs, nem tudjuk megcsinálni, jön az imádság bennünk, tisztíts meg izsópoddal most meg engem, Uram, ez az imádságom, jön a válasz, megtisztítottam őket minden bűnöktől, amiket elkövettek ellenem. Tehát ez a mód, hogy mester munkálkodik, megparancsol valamit, amit lehetetlen, jöjj rá, és kezdj el érte imádkozni, hogy benned ez miért lehetetlen, és Isten ki fogja munkálni, ad egy választ erre, hogy milyen ígéretre álljál rá, és akkor ez meg fog tudni történni. Jegyezzétek meg, hogy minden parancs, amit Isten ad, abban a készség már benne van. Isten, tehát miközben látszólag lehetetlen a dolog, de benne van az a készség, amit majd ő föl fog benned szabadítani. Harmadik pont, maga a parancs. Hát Istennek a parancsai mindig mélyrehatolóak. Ők sosem a felszínet piszkálja. Nem a felszínt érinti, nem azt nézi, amit te lelkileg úgy gondolsz, hogy ez a fő problémád. Nem. Isten a te felszínes problémáid mögé lát, és amit ott dugdosol, amit nem akarsz tudomásul venni, most még nem akarok ezzel foglalkozni, Isten arra fog rámutatni. Kis sugárnyaláb ujjával bemegy arra a pontra, és megpiszkálja. Nem látod a lépésről lépésre evangéliumot. Istennél nincs ilyen, hogy lépésről lépésre, hanem az van, hogy lehetetlen, higgy. Imádkozz, megvalósul. Tedd meg, amit nem tudsz. Az evangélium nagy parancsa nem az, hogy imádkozz és üdvözülsz, hanem hogy higgy és üdvözülsz. Börtönőr, mit mondott? Mit tegyek? Emlékeztek, amikor ott összeomlott a börtön. Mit tegyek, hogy üdvözüljek? És akkor jött a válasz. Járj Biblia suliba. Rendeld meg a CD-ket, meg a DVD-ket. Nem ezt a választ kapta, hanem azt kapta, hogy azt mondta, hogy higgy és üdvözülsz teljes a házad népe. Ez a legnehezebb pont egyébként, az egésznek a gyökere. Tudnék, a hit az Istennél az igazából egy döntés, hogy én bizalom, ez egy bizalompróba, megbízom ebbe a láthatatlan Istenben, megpróbálom-e. Kilépek-e? Indiana Jones, emlékeztek, utolsó próba, a szakadék fölött, ha valaki, jó, látom, hogy vannak filmbúvárok, tehát ott, de nagyon fontos igei, Charlie is profétált, meg az Indiana Jones is profétált, de a lényeg, hogy az egy hitlépés, és azt meg kell tennünk, ez a bizalomnak a dolga. Tudnék, nem az érzésekre épülnek ezek a dolgok, hanem az, hogy ki mondta. Ezért fontos, ki mondta ezt. Benne van a Bibliában. Ki jelentette ezt nekem Isten? Megmutatta a Szent Szellem által, tehát többféle formában, ige hirdetés által a szívembe hatol? Ha igen, ha Isten mondta, ha ő mondta, ráállhatok. És nem lesz biztosító köteled. Ne várd azt, hogy egy ilyen biztonságos érzet lesz, amikor rá kell állni valamire, amit Isten mondott. Szándékosan nincsen biztonsági érzet. Valahol nagyon mélyen van egy biztonsági háló, ezt most mondom nektek, ha belepottyannál, beese, fölpattansz, nem érdekes, de Isten azt mondja, hogy azt akarja veled eljátszatni, hogy bízzál benne. Oké? Okay? Halleluja. Jó. Oké, nézzük magát a cselekedetet, négyes pontot. Mi a cselekedet? Elhangzik egy parancsolat, követte a válasz, ami nem szóban érkezik, hanem cselekedetben, a sorvatkező fogja, és elkezdi kinyújtani a kezet. És azt tette, amit az Úr mondott. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok hívőnél látom azt, hogy ilyen pótszentség cselekedetekkel akarjuk kikerülni azt, tehát minden más csinálunk, lobogtatunk, énekelünk, felmosunk, vagy takarítunk, vagy bármi, de azt, amit Isten így kér tőlem, hogy hitben kipróbáljam és megtegyem, azt valahogy úgy nem, hát a sorvadt a kezem, hát ott még nem tartok. Nem haragszik Isten, csak azt mondja neked, hogy ezen ő nem fog változtatni. Még 20 évig lehet sorvadt a kezed, még 30 évig, mert elragadtatásra is lehet sorvadt kézzel menni, csak minek? Ahogy fogsz megölelni valakit ott, na mindegy, teljesen mindegy, minden helyre áll úgyis. De hát jó,
ott majd helyreáll, de mekkora jó dolog már, hogy egy láthatatlan Istenre kilépsz, és megtörténik valami, és akkor azt mondtad, hogy wow. Én ezt a wow élményt szeretem a legjobban a hitnek a próbán, amikor sírok, meg félek, azt nem szeretem, de senki nem szereti. Szóval a lényeg, hogy ezt a pót szentségekkel, amikor el akarjuk kerülni, a sorvat kezet kinyújtjuk, hogy legalább megpróbáljuk, hogy legalább valamit csináljunk azzal a területtel, úgy, ahogy Isten mondta, ezt megpróbálnánk valahogy elkerülni. Hidd el, hogy a sorvat kezű, ez tuti, hogy inkább megcsókolja tízszer a túratekercset, hátrafelé meghajol háromszor, fél lábon öt guggolást, azt is megcsinálja, csak azt az egyet, amit arra speciális, lehetetlen dolog, amit Isten mondott, azt nem akarta, azt nem találta volna ki magának. Inkább vett volna egy könyvet, hogy hogyan nyújtsuk ki a kezünket 10 lépésben. De nem ez van. Kezd el kinyújtani, kezd el megcselekedni. A parancsunk az, hogy higgy az Úr Jézusban, és élni fogsz. Higgy az Úr Jézusnak, és élni fogsz. Utána már lehet olvasni, imádkozni, túlottekercset csókolni, ha van hozzá gusztusod, de inkább más dolgokat csináljál. De nem az ima ellen beszélek, értsétek meg, hanem annak a döntésnek, hogy hozd meg azt a döntést, hogy bízom Istenben, és akkor kezdj el szólni a sorvat területeimhez, Uram. Ez a férfi nem tett fel kérdéseket, nem ellenkezett, nem olvassuk, hogy azt mondta volna Jézusnak, hogy te most mit képzelsz, te nem is ismersz engem, mindenki másnak ez megy, de nem tudod az én problémámnak a gyökerét, de a körülményeimet sem látod, Uram, hát 2020-ban ilyenkor nem történnek ilyen dolgok, nem ilyeneket mondott, hanem nagyon örült végre annak, hogy Isten megszólította. Lehet, hogy 10-re járt már gyülekezetbe, de végre ezt a Isten megszólította. Remélem nem így vagy itt, hanem sok-sok elfelejtett megszólításon vagyunk már túl, de ha esetleg így vagyunk, akkor meg örülj neki, hogyha megszólít téged az Úr. Hit lépésről lépésre, 5. pont. Ja, 6 lesz, de 5. Jézusnak higgyetek nekem, ne. Közel lép Jézus. De ez rövid, és ez a szívem, ez a legközelebb álló része ma ennek az üzenetnek. A legközelebb általában én úgy tapasztalom, hogy hát Jézus nagyon könnyű megérinteni dicsőítésben, meg megtértünk, meg. Tehát vannak pontok az életünkben, amikor tényleg Isten közel jön, megérint, tök jó, szupi. De amikor hozzánk közel lép és ott marad, az én személyes tapasztalatom az, hogy az nagyon mély helyzetekben van. Az nem akkor van, amikor minden rendben van. Amikor sorvat helyzetem van, amikor a szellemem, a lelkem már megtörésben van, megtört állapotban vagyok, akkor közel lép Jézus, és ott is marad. Az Ézsaiás 57:15 egy fantasztikus ige. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké él, és akinek a neve szent. Magasságban és szentségben lakom, tehát egy állandó tartózkodás, de a megtörtel és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Magyarán magasságban, szentségben ott lakom, de a megtört, alázatos szellemmel is ott lakom. Ott nem csak odalépek hozzá, megsimogatom, áldás is tovább megyek. Ha olyan helyzetben vagy, ami mély helyzet, ahol már megtört a lelked, a szíved, akkor hidd el, hogy Isten nem csak beugrik, ott letáboroznád arra az időre, amíg te azon át fogsz menni. A csodálatos megtapasztalásaim voltak és érintések az elmúlt 12 évben. Valamire emlékszem, valamire nem. De az összes mély megtöretésben, amikor Isten beköltözött hozzám az albérletbe, azokra emlékszem. Azok a legfantasztikusabb időszakok. És más ember lettem. És a sorvadt területeket ott Isten, ott megengedtem, hogy kinyúljon. 6. pont, befejezés, az eredmény. Látjátok, a gyógyulás az azonnali volt, nem még 3 hónapig tartott, ahogy a szívében eldőlt ennek az embernek, de tényleg eldőlt, nem itt, hanem a szívében eldőlt, hogy én hiszek ennek a Jézusnak, én hiszek ennek az Istennek. Akkor ez a hit, ez megnyitotta az utat, beáramlottak a királyságnak az erejé, és ahogy elkezdte csinálni már töltet, ahogy a testvérnő is kilépett és elkezdte csinálni, úgy kezd beáramlani az isteni erő a te életedben, úgy átalakulnak, úgy változnak a helyzetek, és nem szabad ilyenkor azt nézni, hogy még hol tartok. Nem, elindult a változás. Elindult a változás, és a kis Isten királysági uralmának, a növekedésének soha nem lesz vége. Úgyhogy testvéreim, aki sorvat kezű, az, én azt mondom, hogy nyújtsa ki a kezét,
bízzon az Istenben, bármilyen területen vagy, ez mit jelent, hogy gyakorlatilag lefordítsuk. Ha kapcsolati sorvadásod van, ha anyagi sorvadásod van, nézd meg, vagy beszélges vénekkel, vagy idősebb, vagy hitben már, akiket már megharcolták tesókkal, és ezen beszéljétek át, hogy ki fog jönni a szívedben annak, hogy Isten mit mond neked arra a helyzet, hogy mit jelent nálad az, hogy nyújts ki a kezedet. És hogy elkezded megcsinálni, azt fogod megtapasztalni, hogy Isten reagálni fog rá. És jönni fognak a válaszok, jönni fognak a megoldások. És lehet, hogy ez nem 5 percig tart, hanem lehet, hogy ez folyamat lesz, de ahogy látod, hogy a változások már alakulnak, a szívedben már lesz egy öröm. Amen. Amen. Adjunk egy tapsot az Úrnak. Te is jöhetsz, csak még egy, nyugodtan föl is jöhetsz, te is, mi, te is. Egy profécia hangzott el egy pásztortól egy hete, két vagy három hete. Oké, én ma úgy voltam vele, hogy tehát akit érdekel, az maradjon, én kb. 4 órát szánok erre a dologra. Csak szeretnék egy nagyon fontos dologról beszélni, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy feszkó lesz abból, hogy ezt most ki fogom hirdetni, és akkor lehet, hogy Amerikában megint most csinálnak rólam egy cikket, de nem érdekel. Tehát úgy érzem, hogy Isten vezet ebben a dologban, tehát ezért én ezt most megkockáztatom. Az a helyzet, hogy kialakult a koronajárvány, kialakult a vírus, kialakult sok minden helyzet, kialakult, de pár héttel ezelőtt az Isten szelleme azt mutatta nekem, hogy vigyázó szemeteket az Egyesült Államokra vessétek. Tehát ami most az Egyesült Államokban zajlik, akár eljut a médián keresztül hozzánk, akár nem jut, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, profétikus események zajlanak ott. Gyakorlatilag annyi elmondható, hogy lassan az Egyesült Államokban polgárháború van. Ez egy ilyen bújtatott polgárháború, nem az van, hogy minden utasarankon lőnek meg, stb. De a helyzet az polgárháborús, kint élő ismerőseim is erről számolnak be, és folyamatosan támadnak értékeket, alapvetéseket, nagyon komoly felbozdulás van. És úgy éreztem, hogy pár héttel ezelőtt, hogy Isten, sőt pár évvel ezelőtt, hogy Isten szellem azt mutatta, hogy ugye értitek az utolsó idők eseményét, tehát ahhoz, hogy azért Izraelt meg lehessen szorongatni, az Egyesült Államoknak logikus, hogy meg kell gyengülnie, vagy össze kell omlania. Más igém is van erre, de most ebből a szempontból mindegy. És amikor elkezdődtek ezek az események, Isten szelleme azt mutatta, hogy ezek azok, amiket ne csak úgy lássatok, hogy az Egyesült Államokkal mi történik, hanem hogy mi zajlik az üftörténelemben. Mert ha az Egyesült Államok bebukik, ha az dől, akkor minden fog dőlni. Akkor totális átrendeződés lesz, gazdasági, politikai, mindenféle átrendeződés lesz. Mi az egyház vagyunk, és nekünk is van ebben szerepünk. Mi lehet a mi szerepünk benne? És akkor ebben az időszakban, ebben a környezetben jött ez a pásztor, és adott egy álmot, ami novemberi eseményekről, őszi eseményekről szólt, Amerika, dollár elértéktelenedés, összeomlás. Hát jó, mindenki megijedt, én is, mert én úgy éreztem, hogy ez az álom, ez igaz. Tehát az álom maga az igaz, Istentől való. Ugyanakkor... Most érzésekről beszélünk, és innentől kezdve mindenkinek a saját hite, saját meggyőződése, saját, oké? De én azt éreztem hetek, hónapok óta, és most jön az, amiben lehet, hogy botrány lesz, és nem nagyon szeretik kimondani ezt emberek, de nem politikáról beszélek. Most ezt kérlek, magunk között fogadjátok el, semmi politika nincs bennem. Muszáj, hogy időt nyerjen még valahogy az egyház. Én úgy érzem, hogy időt kell még nyernünk. És én azt gondolom, hogy a Bibliából lehet látni azokat a pontokat, amikor Isten népe beleállt egy imával, és azt mondta, hogy igen, elhangzott az ítélet, igen, elhangzott, hogy mi lesz, igen, elhangzott, hogy mi jön, elhangzott Istentől, hogy mi lehet, de volt ott egy ember, volt ott egy proféta, vagy volt ott egy város, aki azt mondták, hogy megalázták magukat, megtértek és imádkoztak. Meggyőződésem, hogy az egyháznak most ezekben az időkben van szerepe abban, hogy mikor történnek meg események. Események mindenképpen meg fognak történni. Törvényszerű, azt gondolom, és szükségszerű, hogy az államok előbb-utóbb összeomoljanak, de nem hiszem, hogy szükségszerű lenne, hogy most kéne. Értitek a különbséget? Én arra hívok fel mindenkit, hogy politikai pártállástól függetlenül lássák meg, hogy a jelenlegi amerikai elnök
Tök mindegy, hogy milyen ember. Teljesen mindegy, hogy jelenben vagy mit gondolok róla. Jelen pillanatban az egyetlen biztosíték arra, hogy ez a hógolyó ez ne induljon lefelé. És én azt gondolom, hogy imádkozni kell érte. Most ezért ki fognak engem végezni, hogy milyen politikai pártért. Nem politikusért imádkozom. Nem arról van szó, hogy Orbán Viktort kedvelem, vagy nem kedvelem, nem arról van szó, hogy trumpista vagyok, vagy nem vagyok trumpista, vagy elhiszed, vagy nem, írsz, amit akarsz, neked mondom, hanem arról van szó, hogy úgy hiszem, hogy nekünk most imádkozni kell azért, hogy az elnök védelembe legyen, a miniszterelnök is védelembe legyen, hogy egész egyszerűen az isteni terv kegyelemben és üstörtelemben, kegyelemben tudjon végbe menni, mert az a másik oldal meg ott van, hogy higgyétek el, hogy a jóléti kereszténység, a kanapé kereszténység, az ide-oda dörgülőző, állás nem foglaló kereszténység, aminek nagyjából már évek óta kihányunk ezekre a dolgokra, mert, de már sokan vagyunk ezzel, nem csak mi vagyunk ezzel, így annak vége van. Tehát amikor évek óta próbáljuk mondani azt, hogy hagyjuk már az ilyen rózsaszín álmokat, hogy minden jó lesz, testvérem, és ez ilyen evangélium hirdetéseket nem szeretem. Azt szeretem, hogy a Biblián alapszik. Nehéz idők jönnek. Igen, de az Isten meg velünk van. Ez nagyon fontos különbség, óriási különbség, hogy Isten velünk és köztünk van. De nekünk is kell cselekedni valamit. Tehát én mindenkinek személyes, de nem fogok így gyülekezeti ima alkalmat tartani, nem, hogy ne legyen semmi. Én elmondom, a személyes hitvallásom az, hogy én imádkozom mind a magyar miniszterelnökért, mind pedig az amerikai elnökért, azért, hogy védelembe legyen, mert úgy érzem, hogy szellemileg nekem fontos ez a helyzet, hogy ez még ne változzon meg annyira. Nem tudom, jól elmondtam? Gyuri? Szerinted igen? Van hozzáfedésed? Gyere! Egy elég ismert igeszakaszt szeretnék felolvasni, amiben úgy gondolom, hogy van tanúság erre nézve. A Jeremiás könyvében mindannyian ismerjük azt, amikor a fazekas házába levitte őt az úr. És utána, miután azt a jelenetet végignézte Jeremiás, utána az úr tanítani kezdte a prófétát, ezt mondta, hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amelyen ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És, hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem, de a gonosz cselekszi előttem, és nem hallgat az én szavamra, akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam. Nem azért, mert Isten olyan ingadozó, lelkiállapotú vagy gondolkodású személy lenne, hogy azt se tudja, hogy egyszer jót akar, vagy rosszat akar, vagy olyan sértődékeny lenne, hanem arról szólnak a dolgok, hogy vannak utak, akár egy személy egyén életében, akár egy nemzet életében, és Isten előre jelzi, hogy ezen az úton az következik. És tudjál róla, hogy ez fog történni veled, fölépítelek, vagy azon az úton az fog történni veled, hogy lerombolódsz, akár az Amerikai Egyesült Államoknak. És ezen az úton halad, viszont természetesen nem ez az egyetlen ige a Bibliában, hanem nagyon sok ige van. Többek között Jézus azt mondta, hogyha az én beszédeim bennetek maradnak, a tanítványainak, nekünk mondta Jézus, hogyha bennetek maradnak az én beszédeim, akkor kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Úgyhogy sok minden van természetesen, és most nem az imádkozásról és a közbenjárásról akarok tanítani, de sok gondolat van, ami tényleg arról szól, hogy rendben, Isten mutatott valamit, és tanít is bennünket arra, hogy lássuk azt, hogy milyen esélyek, lehetőségek vannak. És ezért fontos mindez, amit elmondtál most. Engem is megrémisztett ez az álom, amikor így végigolvastam és végighallgattam, mert egyszerűen tudtam, hogy igaz. És hát így futottak a képek így előttem, hogy igen, oké, lehet, hogy betartalékolnak ételt, stb. Mindent, na de ha fölgyújtják az emberek házát, tehát hogy amikor elindul egy polgárháború, és ott nincsenek észérvek, és nincs az, ami megállítsa, hogy akkor most mi lesz. És én is többször kaptam arról kijelentést, hogy a dollár elértéktelenedik ősszel, az amerikai dollár, és egyszerűen tudtam, hogy igaz az, amit álmodott, csak valahogy nem tudtam vele mit kezdeni. És ugye Zsolt is mondta, hogy de imádkozni kell ezért, hogy ez a csapás ez elháruljon Amerikáról, akár ugye a világról, ami ahogy kiterjed ennek a hatása, és
és úgy voltam benne vele, hogy jó, de hogy kéne ez hozzáfogni, és láttam ma reggel egy videót, a Szidrót műsorában egy proféta, most nem tudom a nevét, de a Budapesti Proféta Suli oldalán fönt van. Ő beszélt arról, hogy tehát egyszerűen ő is azt kapja, hogy mi az ellenségnek a terve. És merényletek előkészítéséről beszélt, stb. Kíváncsi rá, megnézi. És az volt bennem, hogy igen, amit álmodott az ember, az ellenség terve, ő ezt meg akarja valósítani, viszont az Eklézsiának van hatalma és van felelőssége, hogy ebbe beleálljon, ebbe az imába is bőjtbe, és egyszerűen odébb tolja ezt a lehetőséget, amit előkészített a sátán. Ez az egyik, a másik pedig a jóléti evangélium. Ról szeretnék én is valamit mondani. Csütörtökön így néztem YouTube-on egy pár dicsőítést, és így éreztem, hogy Isten így közel jön, és akar valamit mondani. Így néztem angol nyelvű dicsőítéseket, 70-80 ezres stadionok, tele keresztényel, és mennyire fantasztikus, és így elkezdtem sírni. És így azt éreztem, mint amikor az ember egy távoli emléket néz, hogy ez a korszak, ez lejár. És nem azt mondom, hogy holnap, de kezdünk ebből kifele jönni. És azért szeretném felolvasni azt, amit kaptam, mert nem szeretném úgy körülbelülre beidézni, hanem szeretném felolvasni, amit szerintem az Isten szelleme mondott szóról szóra, hogy pontos legyek. Gyermekeim, menjetek ki a falak közül. Már 3 éve is mondtam ezt. A falakon kívül való életet komolyan gondoltam. Mivel ez a keresztény életforma, amit sokatok él, nem elég éles. Így megszűnnek a biztonságot adó, nyújtó falak, amiket tapasztaltatok óriási koncertek, ahol sokszor az egyént éltettétek, nem pedig engem, meg fognak szűnni. Nekem nem az a célom, hogy sok ember legyen egy helyen, mert majd biztos az fog mozdulást hozni a szellemvilágba. Ez általam csak gátló tényező a szellemem kiáradásának. Amit most tapasztaltok, hogy nem lehet nagy rendezvényeket csinálni, ez lesz a normális pár év múlva. Nem a tömegekre várok, hanem az egyének kilépésére. Egy-egy emberemre fogok olyan szintű kenetet árasztani, ami a környezetét megváltoztatja. Ehhez nem fog párosulni hírnév. Láthatatlan hőseim lesznek millió számra, akik képesek átengedni az életüket a királyság uralmának. Most az erre való felkészítés időszaka van. Lesznek majd nagy tömegrendezvények évek múlva is, de azok általában már nem rólam szólnak, nem ott fog megmozdulni a szellemem, hanem az utcasarkokon, tereken, szobák mélyén, pár ember társaságában. Ez lesz csak az igazán ütős Eklézsia. Mindenhol ott lesztek, mégsem fogtok látszani. Olyan helyeken kezdtek elvilágítani, ahol azelőtt el sem lehetett volna képzelni. Így fogtok elérni magas beosztású embereket kulcshelyeken, akiket eddig senki sem tudott megközelíteni. Sokszor ez életveszélyes lesz, de lesznek olyanok, akik ezt vállalják. A mennyasszony elrejtettségben várakozik a vőlegényre. Nem a világ fogja csodálni a mennyasszonyt, hanem a menny, ahonnan megérkezik az ő vőlegénye. Amíg a világ csodálja a mennyasszonyt, addig nem lesz szeplőtelen, nem lesz tökéletes, tiszta. Hiszen a mennyasszony válaszol erre a csodálatra. Amikor már a világ látószögéből kikerül, akkor fog igazán a mennyei látószögbe bekerülni. Akkor tudja felemelni a mennyasszony a tekintetét, ahonnan várja az ő vőlegényét. Amen. Nem az fog jönni, nem az lesz, hogy megszűnnek a gyülekezetek, hanem hogy átalakulnak. Valódi kapcsolatokká fognak válni a gyülekezetekben a kapcsolatok. Ezt a valódiságot fogjuk a következő években megharcolni, hogy valódi testvéri kapcsolatok legyenek, szeretettel teljesek, az ára ki legyen fizetve, hogy együtt vagyunk, és ilyenből rengeteg lesz, nem csak mi leszünk ilyenek, hanem nagyon sok ilyen gyülekezet lesz még a világon, meg lesz más típusú gyülekezet is, de ez nem ez a lényeg. A másik, amit most szeretnénk gyakorlatilag mondani, mi most egy hógolyót indítunk el ezzel, hogy lehet, hogy ezt
támadások fognak bennünket, vagy vélemények fognak jönni, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy gondoljátok még a következő, én a következő ponton vagyok. Ahhoz, hogy az egyház tudjon imádkozni Trump elnökért, Orbán Viktorért, a miniszterelnökért, tehát a magyarországi miniszterelnökért, és az amerikai elnökért, akkor nekünk megtérésért kell imádkoznunk. Az amerikai nemzet például térjen meg, a magyar nemzet tudjon megtérni. Én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú, hogy az egyház odaálljon a résre, és elkezdjünk könyörgölni, Uram, hozd a megtérést, a bűnbánatnak a szellemét az egyházra, az amerikai gyülekezetekre, a magyar gyülekezetekre, miránk, mert ahol megtérés van, ott Isten ereje is, ott a kegyelme is föl fog szabadulni. És a kegyelme, és mi nem így fogunk elmenni ebből a világból, hanem mosolyogva fogunk. Mi a reménység, az egyház a reménységnek és a kegyelemnek, az üzenetének a hírnöke. Ehhez viszont föl kell bátorodnunk, de az Istenét ismerő nép az felbátorodik. Nem hiszem el, hogy novemberben így kell, hogy történjenek a dolgok, hanem hiszek abban, hogy ezt megalázkodással, megtéréssel, bűnbánattal el lehet, ki lehet tolni. Azt gondolom, hogy mindenképpen meg fog történni, de ki lehet tolni. Ezért azért imádkozzunk szerintem az otthonaitokban, házi csoportokon, aki úgy érzi, hangsúlyozom, hogy az amerikai gyülekezetek ismerjék fel a Szent Szellemtől ezeket az igazságokat, hogy megtérésre van szükségük, hogy meg kell térniük, és könyörögjenek, és ha megtérés van, akkor Isten meg ki fogja jelenteni az egyéb dolgokat is. Még a Méri prófice, az egy bizonyság, 12 évvel ezelőtt tértem meg, vagy 14, nem tudom, nem ez a lényeg. A lényeg, hogy amikor megtértem, akkor én nagyon nagy prédikátor akartam lenni, híres, világhírű prédikátor, Kenneth Hagin után, meg Derek Prince után, meg mit tudom én ki után. Mert őket olvastam, és nagyon nagy hatást tett rájuk az életük, Spurgeonnek, meg stb. Tehát nem csak az volt bennem, hogy sztár legyek, bizonyára az is, de alapvetően jó szándék. És emlékszem, a harmadik héten egy dicsőítés alatt Isten szelleme, talán az első, amit hallottam Istentől, éppen ott imádkoztam, dicsértem az Urat, és mondtam, hogy Uram, és akkor világhírű pásztor leszek, és akkor és akkor Isten azt mondta nekem, hogy Zsolt, én nem akarom, hogy világhírű prédikátor legyen. Hát ez nagyon meglepett engem, hogy miért nem akarja, és akkor visszakérdeztem, hogy de hát miért nem? És akkor azt mondta, mert ő nem akar egy világhírű prédikátort. Ő százezret, milliót akar. És hogy ő felkínálom neked azt, hogy a kiképzésben részt vehetsz. Nem jobb, ha 100 000 tábornok van, hittábornok van? Én nem mondtam rögtön, igen, mondtam, gondolkozom. Tényleg, én hazamentem, és másnapra arra véleményre jutottam, hogy ez sokkal jobb ötlet, mint ha én leszek a jövő nagy tábornoka. És úgy érzem, ezzel mindenki jobban jár. És úgy érzem, hogy egy ilyen csodálatos időszak jön el, hogy erre is vonatkozik, amit a Mérin keresztül az Úr szólt, hogy itt ezredesek vannak, századosok vannak, hadnagyok vannak, kapitányok vannak, ne ijedjetek meg. Óriási erő van az egyházban. Jézus Krisztus neve. Ezt a nevet kell segítségül hívnunk. A bizonyságok azért hangoznak el, hogy higgyetek az Úr Jézusban, és üdvözülünk, és megmenekülünk. És ez a csata nem most ér véget. És tudjátok, amit én szoktam mondani, és ezzel fejezem be, ha el kell veszni, harcban veszünk el. Ne térden csúsz a könyörögve, ne vesztesként, ne bebújva egy kuka mögött, hanem akkor tényleg az ige kardjával menjünk haza a mennybe, akkor tényleg az Úr Jézusnak a szava legyen az utolsó az ajkainkon, hogy azt tudjuk mondani a halálnak, hogy szembe tudjuk nevetni az ellenséget, hogy akkor is győzött az Úr Jézus Krisztus. Adjatok egy tapsot az Úrnak, és egyre többször erre a Jézusra gondoljatok, aki visszajön erővel és hatalommal miértünk. Tartsatok ki, ámen. Dicsőség neki!